A riasztási fokozat már szigorú intézkedésekkel jár. Van, aki egyetért, és van, aki túlzásnak tartja a pénzbüntetést. Szerintem Fehérvárnak nincs olyan közlekedése, mint Budapestnek, ahol most ezt bevezették legutoljára akkor ezt a szankciókat. Lehet, hogy a belvárost, azt lehet, hogy akkor azt mondanám, hogy akkor ezt mentesíteném akkor forgalom szempontjából, de hát egész város szinten ilyen szankciókat bevetni, én ezt nem tartom jónak. Mekle Béla Németországban élt több mint 30 évig, mint mondja, ott is volt már példa ehhez hasonló intézkedésekre, a lakosság pedig zokszó nélkül betartotta a szabályokat. Nálunk egyszerűen odaáll a kordon, és nem engedik be. Stuttgartban vagyok, illetve onnan most hazaköltöztem, de hát nem engedik be a városba, úgymond az autókat, mikor a smogradó van. Itt semmiféle kifogással nem lehet. A szállópor koncentrációja tegnap már a riasztási határértéket is meghaladta, ezért volt szükség az intézkedések bevezetésére. Bizonyos járművek használatára azonban nem vonatkozik a tiltás. Az egészségügyi, rendvédelmi, közszolgáltatási alapellátást ellátó szervezetek, de ennek pontos listáját a Székesfehérvár önkormányzatának smogriadó tervéről szóló rendelete tartalmazza. Ezt a város honlapján lehet megtalálni, és ott bővebben tájékozódni erről. Az intézkedések tehát csütörtök reggel 6 órától egészen visszavonásig lesznek érvényben. A szabályok betartását a közterület felügyelőség, a jegyző, valamint a rendőrség ellenőrzi.